A világban, amelyben élünk, eléggé mesztelen a király. Sok hazudozásra már nincs lehetőség, sem idő, sem kedv. Úgyhogy a legjobb, ha megpróbálunk minél őszintébben, minél vallomásosabban színházat csinálni. Köszöntöm Ober Frank Pál, Kossuth és Jászai díjas érdemes művészt, színigazgatót, színészt, rendezőt, jó ég tudja, mit még, ami a színházhoz kötődhet, de ezek a legfontosabb emblematikus tevékenységei. Valamint az, hogy idén tavasz óta a Magyar Művészeti Akadémia Veszprémi munkacsoportjának az elnöke. Művész úr, mit ért azon, hogy minél vallomásosabban akar színházat csinálni? Azt tanultam a főiskolán, akkor még főiskola volt, és Marton László osztályába jártam, és aztán a Vígszínházba kerültem, hogy amikor az ember színpadra áll színészként, akkor vallomást kell tennie. Tehát valamit el kell mondania magáról, a világról, arról, amit belül érez. Tehát egy nagyon őszinte pillanat az, amikor az ember megnyilvánul. Ez elég erősen bennem maradt, és most, hogy az élet tényleg annyi mindent dob föl itt nekünk, és olyan eddig elképzelhetetlen pillanatokkal, folyamatokkal találkozunk, egyre inkább azt gondolom, és azt gondolom végig, hogy tényleg nagyon kevés idő jut az embernek arra, hogy valami jót csináljon, és nagy a felelősségünk most abban, hogy megtaláljuk azt, hogy mi abban a helyzetben, amelyben vagyunk, abban az országban, abban a nemzetben, azon a városban, azon a munkahelyen, azon a területen, ahová a hivatásunk szólított, ott megpróbáljunk a legvallomásosabban és vertikálisan is alkotni. A piaristáknál érettségizett, ahol mindjárt a színjátszó körbe is bekapcsolódott. A családban jó néhány művész van, hogy más nem mondjak, nagybátyja évekig volt az Állami Operaház főzene igazgatója, de másokat is említhetnék a családba, testvéreit, akik a művészi pályán kötöttek ki. Önnek úgy tűnt, hogy egyenes útja vezet a művészi világhoz, aztán ehhez képest a Külker főiskolára jelentkezett, ahol, ha jól tudom, áruforgalmi szakon végzett. Vajon miért? Hát ez mind összefügg, amit most elmondott maga, ez a piarista létezés is, hogy tulajdonképpen beleszületik az ember egy ilyen világnézetbe, a hitbe, a keresztény világnézetbe, és aztán ennek egy bölcsője és egy komoly helye, ugye a piarista rend és a piarista oktatás, és ennek a szerepe a mi családunkban elég nagy volt, hiszen a nagybátyám is, az édesapám is, az összes testvére, mindenki oda járt, és nagyon nagy ez a kötődésünk ma is. Mondhatom, hogy szinte napi szinten, most éppen ugye Jelenics tanár úrért szorítunk, aki mindnyájunk számára meghatározó volt, de sok ilyen tanár tanított, és az is fontos az életemben, hogy paptanáraim voltak, akik még reverendában tanítottak, és tényleg értünk éltek. Aztán a művészet, a tudomány, a kultúra az mindig része volt a családi életnek is, meg az oktatásban is, és ez a művészetek felé való vonzódás, ez valami nagyon mély helyet foglalt el bennem, és amikor elérkezett az a pillanat, amikor dönteni kellett, teljesen más voltam, mint a mai fiatalok, nem mertem egyszerűen szembesülni avval, hogy mi is ez, hogy most elmenjek egy színművészeti főiskolára, és ott, nem tudom, megnyilvánuljak emberek előtt, és ezt időhúzásként elmentem a Külker főiskolára, mert édesapám a külkereskedelemben dolgozott, nem kis teljesítménnyel, és vonzó volt ez a mozgalmas szakma. De aztán eljött ott is a pillanat, amikor éreztem, hogy egy életem, egy halálom, nekem ezt meg kell
csinálni, édesapámmal megbeszéltem, azt mondta, hogy a diploma után próbáljam meg. És aztán akkor fölvettek elsőre a főiskolára, és utána aztán valóban már egyenes volt az út, de még mindig tele voltam kétséggel, szorongással, mindig óriási tisztelettel néztem azokat a művészeket, ez ma is így van egyébként, akik előttem járnak vagy jártak. Mondható, hogy nagyon erős önkontroll alatt tartja magát? Ez az egyik ellenvonása? Hát azért ezen most már azért túlestem, tehát felszabadultam, és megtanultam talán a legfontosabbat a szakmában is, de azt hiszem az életben is most már, hogy ez több gondolatból áll. Az egyik az, hogy hagyni kell működni az embernek a dolgokat, és saját magát is. A színészetnek is talán ez a lényege, hogy hagyja az ember, hogy hadd jöjjön ki az, aminek ki kell jönnie. Nem kell belepiszkálni, nem kell erőltetni, nem kell keveset se. Nyilván vannak technikai dolgok, hogy az ember meg tudja fogalmazni, amit akar érthetően, és van artikulációja, stb., meg mozgáskultúrája, meg tudja magát kívülről is nézni, de végülis az a lényeg, hogy el tudjam engedni magamat. És hadd szóljon. A másik dolog, amit megtanultam, hogy fájhat a múlt, tanulhatok a múltból, nagyon fontos a múlt. Vannak dolgok, amelyek megbocsáthatatlanok, lásd Trianon például, tehát ezt nem tudja az ember úgy elengedni. Átminősíteni, azt tudja magában, és rájönni arra, hogy nem a fizikai határok a fontosak, a lelki határok, és ebben a pillanatban megint 15 millióan vagyunk együtt. Tehát a múlt az egy érdekes dolog, nem tudunk rajta változtatni, mert már megtörtént. Azt most megtanulhattuk, hogy hiába volt előttünk most egy csodálatos ívelés, jött egy járvány, jött a háború, és ledermettünk, nem akartunk semmilyen rosszat, és láttuk, hogy milyen gyönyörűen fogunk emelkedni, és most megtorpantunk emiatt. Tehát mi marad nekünk, az a jelen pillanat, amiben vagyunk. És itt visszautalok arra, amit korábban mondtam, van egy rövid idő, ugye a Shakespeare írja, hogy az ember fellép, aztán lelép. Kettő között van egy kis idő, az alatt kell jót tenni. Ez most van, most kell megtennünk mindent azért, hogy boldogok legyünk, nem mi, hanem a másik. Mert ahogy a másik boldogsága... keleti bölcsek mondják, minden napot úgy éljünk meg, hogy ez mintha az életünk teljesen. És egészen. Hát közösségben. Tehát ez a színház csinálásban is, és hogyha Veszprémre utalok, ez a legfontosabb, hogy a Veszprém Petőfi Színház az egy közösségnek a színháza. Mielőtt Veszprémre térnénk, ami már a ma, tehát a napjaink feladata és kihívása, 17 évet töltött el a Víg Színházba. Egy legendás korszaka, ráadásul a Víg Színháznak ez az időszak, nagyon nagy művészekkel, Várkonyi Zoltán színigazgatói tevékenységével, ami talán nem múlt el a nyomtalanul olyan szempontból sem, hogy későbbiekben színigazgatóként mit hasznosított ebből, de hát erről majd még beszélünk. Mit visz magával ebből a 17 évből, illetve milyen volt ez a legendás Víg Színházi stílus, a tradíció? Őszintén szólva én is úgy kerültem oda, hogy sokan már elmentek. Sokan már nem voltak. Ugye Rutkai Éva, vagy Darvas Iván. Darvas Ivánnal még egyszer-kétszer találkoztam a színpadon, de együtt ugye már nem játszottunk. Aztán többen éppen azokban az években el is szerződtek a színházból. De akkor is maradt ott egy nagyon erős csapat, akiknek egy jó része ugye most is ott van, egy másik fele most már nincs ott, de nagyon fontos az a fajta ízlés, az a fajta színházcsinálás, amit ott az ember megtanul, amelynek az egyik fontos része az, hogy van egyfajta polgári színjátszás, az alapjai mégiscsak Stanislavskijhoz nyúlnak vissza, megpróbál egyfajta őszintességet, amiről beszéltem, ugyanakkor van egy népszínházi jellege. Tehát nem akar valamilyen megmondó
színház lenni, vagy egy réteg színház lenni, meg akarja fogni azt a nagy közönséget, amely ugye 1100 ember esténként. És kínálatában is olyan akart lenni. Most ugye kevésbé tudok erről nyilatkozni, mert hogy ugye tényleg valóban már hosszú ideje nem vagyok ott, de úgy érzem azért, hogy azoknak az embereknek a megszólításával, akik valóban, ahogy említette is, ugye Várkonyi Zoltán, vagy még a korábbiak, Horvai István, vagy egészen visszanyúlhatunk a Vígszínház csodálatos történetébe, mint egy stafétabot vették át ugye az ízlést, azt a stílust, ezt a polgári színjátszást, és most, amikor mondjuk meghívtam Balázs Pétert, már ugye többször is, vagy amikor Szinetár tanár úr eljött, aki ugyan nem a Vígszínház, de mégiscsak ez a fajta finom ízlés, és még sok név van, akkor ő, amikor őket meghívom, akkor nem csak őket hívom meg, hanem ezt az egész színházi elképzelést, vagy látásmódot. Ezt tudom én magam is hasznosítani a Veszprémi Petőfi Színházban, hogy megint oda nyúljak, hiszen ott is egyfajta népszínházi kínálatról van. Látom, hogy a szíves süske Veszprém. Ugye Bújton István sajnálatos halála után pályázta meg a színigazgatói posztot, és immár 13 éve vezeti ezt a színházat. Hogyan tudta megvalósítani az elképzeléseit, és hogyan fogadta be a város? Befogadta egyáltalán? Én azt gondolom, hogy ezt csapatban tudtam, vagy tudom megvalósítani. Ez valóban így történt, nagyon váratlan hívás volt, Eperjes Károly volt ott művészeti tanácsadó Bújtor István idején, aki egyébként egy ilyen szűk 2 évig volt ott igazgató, de természetesen mély nyomokat hagyott a társulatban, csodálatos súlyú egyéniségével, és akkor kaptam egy kérdést, hogy beleállok-e ebbe a történetbe. És színészként ez egy nagy kihívás volt, kellett idő, amíg föl tudtam venni mindent, és kézbe tudtam venni a színházat, de ahogy mondtam, ezt nem egyedül csinálom. Ott például nagyon fontos az, hogy van a városban, illetve a színházban egy igazgatóhelyettes, aki helyi erő, és ott van évtizedek óta, és tudja azt, hogy mire van szüksége a veszprémi közönségnek. Őt Kellerni Egressy Zsuzsannának hívják egyébként, és az, hogy ketten, hárman, négyen ott egy vezetőséggel tudjuk ezt fogni, ennek az a titka, hogy egyrészt közösségben vagyunk a közönséggel, mint a jelszavunk mondja ezt, sőt most már kibővült abban a Covid óta, hogy minden helyzetben közösségben vagyunk a közönséggel, illetve nem egyfajta önmegvalósításról szól ez, hanem egy nagy figyelemről, akkor azt nézzük, hogy mire van szüksége a városnak, a térségnek, a közönségnek, illetőleg van egy nagyon fontos feladat még, hogy nem csak minden évben egy új bemutató sorozatot hozunk, ami a vidéki színházak jellemzője és nagy kihívása is, hiszen nincs megtérülés, úgymond, mert 30-40 előadás után elfogynak az estek. És valamiféle népszínházat kell csinálni, hiszen a színház az önszínház adott esetben. Tehát népszínház, tehát ugye 6-8 színházban operett, musical, próza, klasszikus, meg mi lehet itt a rendező elv ennyiféle műfajnál? Hát többféle van, tehát az egyik dolog az, hogy az ember megpróbálja elindítani az évadot, megpróbálja bezárni az évadot. Elindítani, hogy jaj, de jó anyukám, hogy vettél bérletet, utána meg, hogy drágám, jövőre is vegyünk, mert olyan jó volt az év. Van
öt bemutató, öt nagyszínházi, van egy ott szeptember-október környékén, van egy ősszel, van egy karácsony előtt, van egy februárban, és van egy március körül, hogy ki is tudjuk játszani az évadot. Decemberben nyilván figyelembe kell venni azt, hogy azért ez egy ünnepi időszak, lehet, hogy ide is valami olyan emelkedettet vagy zenés dolgot kell vinni. Valahol a második előadás és a negyedik lehet olyan, hogy olyan klasszikusabb, vagy komolyabb, vagy Shakespeare, vagy nem tudom, egy Brechtet ott könnyen elő tudunk venni, de van egy másik sorozatunk, ugye, ami a játékszín, az a kisebb előadásoknak a figyelembevétele, és hát mindig fontos az, hogy nagyon szeretik az operettet. Itt is nagyon fontos az, hogy klasszikus módon a megírt darabot nem kell átírni, nem kell üzengetni, lehetőleg zenekarral, élőben, ez persze mind már anyagi kérdés, és hát nagyon igényesen kell jó hangokkal, jó színpadra állítással megvalósítani ezt is, de a musicaleket is, és hát természetesen ott vannak ezek a prózai darabok. Úgy szoktam csinálni, hogy hívok rendezőket úgy, hogy mondják két-három ajánlatot, vagy három-négyet, és abból megpróbáljuk összeállítani. És ami még mondom, nagyon fontos a színházunk életében, hogy van egyfajta nagyon jelentős társadalmi szerepvállalás. Tehát ahhoz, hogy egy megyeszékhelyen működő színház egyfajta szívcsakraként, lelki csakraként működjön, az nagyon fontos, hogy az embereket meg kell érezni, meg kell érteni, és foglalkozni kell a lelkükkel. És ennek több módja van. Az egyik ilyen például a Lélektől Lélekig érzékenyítő fesztivál, amely arra akarja fölhívni a figyelmünket, hogy mindnyájan egy nagy kereszttel születtünk, azt hordozzuk, és egymás keresztjeit elhordozva sokkal könnyebb, mint úgy élni, hogy állandóan bántjuk egymást. Veszprém, Európa kulturális fővárosa. Idén mit ad ez a városnak, a színháznak és személy szerint önnek? Ugye ez egy nagy figyelmet jelent, a közvélemény odafigyel arra, hogy ott mi történik, amin számomra nagy boldogság, hogy nagy az infrastruktúrális fejlődés, egyre jobb végig sétálni Veszprém terein, megújult épületeiben, épületein, a tereken, nagyon szép ez a fejlődés. A színház szempontjából sajnos mi nem kaptunk akkora figyelmet, mint amekkorát mi gondoltunk magunknak, általában a helyi intézmények nem. Ennek megvannak az okai, ebbe nem nagyon szeretnék most úgy belemenni, mert ez egy külön beszélgetés tárgya lenne. Aminek azért örülünk, hogy végül is a mi ifjúságnevelési programunk kapott támogatást. Több ilyen van, a Petőfi Ifi Akadémia, amely egész évben foglalkozik elsősorban középiskolásokkal, illetve vannak táboraink, mint említettem, van egy Carpe Diem tábor, amely kapcsolódik Kerényi Imre örökségéhez ott Vörösberényben. Illetőleg hát a fesztiváljaink is kaptak némi támogatást, de itt volt egy országos színházi olimpia is, illetve hát egy nemzetközi olimpia, színházi olimpia, és ott is kaptunk támogatást, úgyhogy azért az álmainkat meg tudtuk részben valósítani. A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjaként elvállalta, hogy a régió munkacsoportjának elnöke legyen. Nem volt elég feladat? Hiszen rengeteg mindent csinál. De volt. Azt sajnos tudomásul kell vennünk, és nekem is, és hát a barátaimnak is, és a többi akadémikusta társamnak is, hogy nem vagyunk elegen, sajnos. Tehát itt egy-egy emberre sajnos sokszor több felelősség, meg több feladat hárul, amelybe bele kell állni, még akkor is, hogyha a saját környezeted sem feltétlen támogatja már azt, hogy ennyi teher legyen rajtad. De hogyha körbenézünk most, akár a kultúra, de akár a politika szereplőin is, azt látjuk, hogy óriási vállalások vannak, de most nem akarom ezt félreérthető lenni, de azt hiszem, a magyar történelemben is úgy volt, hogy voltak olyan
nem tudom, hadvezérek, vagy tábornokok, akiknek azért el kellett vinni a súlyokat. Tehát én természetesen persze annak nagyon örülök, hogy meghallgatásra talált, mint megtudtam, nem csak az én gondolatom, hanem sok ember gondolata, hogy a Magyar Művészeti Akadémia régiókat hozzon létre, hogy megszólíthassuk az vidék Magyarországát is, hogy elérjünk hozzájuk, illetve nagyon sok akadémikusnak az élettere az valahol Magyarországon van, és ez nagyon fontos, hogy azt a, hát mondjuk így kulturális hálózatot, mint egy úthálózatot, mint az iparnak a hálózatát, a kultúrának, a művészetnek a hálózatát is létrehozza. Ez egy új kihívás, hiszen itt most nem egy városban, egy intézményben kell valamit sikerre vinni, a kultúrát, a kultúra fejlesztését, hanem egy olyan régióban, ami Székesfehérvárt épp úgy érinti, mint a bakonyi településeket, a Balaton felvidéket, vagy akár a nyugati végeket, sőt, tehát átnyúlik, ugye az önök kulturális régiója átnyúlik Szlovéniába is. Igen. Tehát mi a víziója, hogy lehet ezt megoldani, ezt a feladatot, hogy eredményesek legyenek? Én azt gondolom, hogy egyrészt vannak az akadémikusaink, köztársületi tagjaink, akik már magukban érzik ennek a jelentőségét a tagság által is, hogy ezeket az embereket animálni kell, össze kell fogni őket, megtalálják egymást, megtalálják az együttműködésnek a lehetőségeit, körbenézzenek maguk körül, hogy kik vannak olyanok, akik művészettel, kultúrával foglalkoznak, nem feltétlen az akadémia tagjai, de nagyon értékes dolgot hoznak létre. Lehet, hogy később majd ők is be tudnak kapcsolódni, akár tagként is az akadémia életébe, de nem engedni azt, hogy ott hallgassanak a csöndben és úgy alkossanak, hanem létre kell hozni őket, illetve életre kell őket hívni, meg kell szólítani. Ezeknek a módja lehet kiállítás, lehet kiadványok megjelenítése, felvételek, televíziós felvételek, illetve annak elérése, hogy ők itt Budapesten is képbe kerüljenek, hiszen otthon azért sok művész van, aki azért meg tud szólalni. A Veszprémi Petőfi Színház csak egy színház a vidéki színházak között, de van még a többi megyeszékhelyen is csodálatos épületek, csodálatos színházak, csodálatos írók, költők és képzőművészek, építészek, stb. Óriási életművek vannak, senki nem tud róluk. Évtizedeken át. Tehát az országos ismertségben is segíteni akarnak. Muszáj. Tehát az nem lehet, hogy mondjuk most csak a saját területünknél maradva van egy olyan díszlettervező, vagy van egy olyan színész, aki 40-50 éven át oda tette az életét, és a közösségnek előadásokat hozott létre, vagy játszott el hatalmas szerepeket, és semmilyen elismerése nincsen, senki nem is tud róla, csak az a régió, vagy az a kis közösség. Pedig ugyanolyan jó, vagy még sokkal jobb teljesítményt tud letenni az asztalra, mint azok, akik esetleg a helyzetükből adódóan most híres emberek lettek, vagy celebek lettek, vagy a média ugye előtérbe hozta őket, de hát otthon ezeket az embereket sokszor megmosolyogjuk. Tehát a Művészeti Akadémiának van egyfajta közvetítő funkciója is annak révén, hogy létrehozta a régióit. Én úgy képzelem el, hogy eddig volt Budapesten egy központtal, természetesen egy tagsággal, amely eddig még nem tudott igazi aktivitást kifejteni, csak mindig, amikor bekapcsolódott a központi munkába. Most viszont a saját környezetében, a saját terében meg kell tennie azt, ami az ő felelőssége akadémikusként. Beszélgetésünk elején az arszpoétikájából idéztem. Most engedje meg, hogy ennek a gondolatnak a második felével zárjam ezt a beszélgetést, ami így szól. Oberst Frank Pál mondja, nem azért dolgozunk, hogy másokat beledöngöljünk a földbe, vagy hogy mutassuk, milyen rohadt az élet. Mégiscsak arról érdemes beszélni, ami a kínjaink és fájdalmaink ellenére felemel, emberivé tesz, ami reményt ad. Ehhez kívánok sok erőt és
Sok sikert mindannyiunk nevében. Köszönöm szépen.